Családokat érintő idén életbe lépő döntésekről beszélt Facebook videójában Dömötör Csaba parlamenti államtitkár. Mint mondja, olyan intézkedésekről van szó, amelyek sok magyar családnak jelentenek segítséget. Többek között elindul a Csók Plusz program. Ez egy nagyon kedvezményes hitel lehetőség, gyermeket vállaló párok vehetik igénybe, a vállalt gyermekek számától függően akár 50 millió forint értékben is. Folytatódik a babaváró program is. Ennek keret összege 11 millió forintra nő. És ami épp ennyire fontos, bővül a falusi csok program. A vissza nem térítendő támogatás összege itt 50%-kal, egyes esetekben még nagyobb mértékben emelkedik. A magyar családtámogatási rendszer tehát még ebben a sokféle nehézséggel terhelt időszakban is erősödik. Ezek mellett nő a gyed felső összeg határa, emelkedik a diplomás gyed és a gyermekek otthongondozási díjának összege is. Az államtitkár azt is elmondta, lesznek pozitív változások a bérekkel kapcsolatban is. Az évvégi megállapodásnak köszönhetően a minimálbérek is tovább emelkednek, januárban már az emelt összeg érkezik majd. Ez azt is jelenti, hogy a minimálbérek több mint 3,5-szeresükre nőnek a kormányzás kezdete óta. Nem mellékes körülmény, hogy a minimálbérek növelése a többi bérsávban is emelkedést szokott hozni. Aztán januártól 6%-kal emelkednek a nyugdíjak, és idős honfitársaink februárban számíthatnak a 13. havi juttatásra is. Dömötör Csaba hozzátette, ha Brüsszelből megérkeznek a szükséges garanciák, akkor megvalósulhat a nagyobb arányú pedagógus béremelés is. Ez januártól átlagosan 32%-os béremelést jelent, amit 2025-ben és 2026-ban további emelési hullámok követhetnek. Az államtitkár tájékoztatása szerint elindul az új napenergia program. Ennek segítségével a családok akár 5 milliós támogatást is kaphatnak napenergia felhasználására és tárolására.